Oliver Kahn állásába kerülhet a Bayern München idei gyenge szereplése. Visszakapta 15 pontját és feljött a harmadik helyre a Szériában a Juventus. A Paris Saint-Germain kész lenne bankot robbantani az AC Milan kapusáért. Az Al-Nassr megvédte Cristiano Ronaldo-t. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A tegnapi negyeddöntő visszavágók után kialakult az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntő mezőnye. Előbbiben egyetlen meglepetés eredmény született, az viszont elég nagyot ütött, hiszen a sorozat egyik legnagyobb favoritjának tartott Manchester United nagyon simán 3-0-ra kikapott a Sevilla otthonában, így miután az Old Traffordon rendezett odavágó 2-2-es döntetlennel zárult, 5-2-es összesítéssel a spanyol csapat jutott tovább. A vendégek vesztét elsősorban egyéni hibák okozták, hiszen az első sevillai gólt a középhátvéd Harry Maguire, a harmadikat pedig a kapus David De Gea hozta össze egy-egy ellenfélhez passzolt labdával. A dolog érdekessége, hogy mindkét játékos hibáját Youssouf En-Nesyri váltotta gólra. A United tehát nagy meglepetésre kiesett. A többi végső győzelemre is esélyes csapat viszont hozta a kötelezőt és bejutott az elődöntőbe. A Róma hosszabbítás után a Feyenoordot, a Bayer Leverkusen az Union Saint-Gilloise-t, míg a Juventus a Sportingot búcsúztatta. Ez pedig azt jelenti, hogy Juventus Sevilla és AS Roma Bayer Leverkusen párharcokat rendeznek majd a döntőbe jutásért. Ami pedig a Konferencia Ligát illeti, a Kerkez Milossal felálló AZ Alkmaar heroikus küzdelemben büntetőkkel múlta felül a belga Anderlechtet, így a holland csapat jutott be az elődöntőbe, ahol ellenfele majd az angol West Ham United lesz, amely 5-2-es összesítéssel búcsúztatta a negyeddöntőben a Gent csapatát. A másik ágon pedig Fiorentina Basel elődöntő párharcot rendeznek, előbbi csapat a lengyel Lech Poznányon, utóbbi pedig a negyeddöntők egyik legnagyobb meglepetését okozva a francia Nice-en keresztül kvalifikálta magát a legjobb négy közé. Az eredmények, teljesítmények egy csapat esetében hullámzóak lehetnek, akár a vízfelszín. De ha már vízről beszélünk, irány a tenger és a World of Warships. A World of Warships egy ingyenesen játszható online játék, amelyet PC-n, PlayStation-on és Xbox-on egyaránt kipróbálhattok a barátaitokkal. A valósághű grafika lehetővé teszi számotokra a második világháborús hajók hűábrázolását. A dinamikus környezet pedig a változatos időjárási feltételekről is gondoskodik. Több mint 600 a történelmi ábrázolásnak megfelelő hajót irányíthattok a játékban, amelyek között szerepelnek pusztítók, cirkálók, csatahajók, repülőgéphordozók, és ezen felül most már a tenger alatt járók megismerésére is van lehetőségetek. Akár csak a fociban, itt is pontos szerepet kap a csapatjáték. Nagyszabású csatákban közösen a barátaitokkal tudjátok megcsillantani stratégiai képességeiteket. Ha a leírásban található linkünkkel most regisztráltok, egy 25 euró értékű csomag is a tiétek lehet. A csomag tartalmaz 500 dublont, 2 millió kreditet, egy tökéletes Tier 4-es hajót, 7 nap prémium felhasználói élményt és 6 Skill Commander pontot. Ezek segítségével gyorsabb az előrehaladásod, könnyebb a fejlődésed, amely során eldöntheted, hogy a sebesség, a páncélzat vagy a tűzerő az, ami igazán fontos számodra. Ha a napodat megtorpedozta a rossz hangulat, vágj vissza a World of Warships-el! Regisztrálj a leírásban található linken! Gerinc műtéten esett át tegnap az Internacionale védője Milan Skriniar, akire emiatt a klub közleménye szerint több hétig tartó rehabilitációs program vár, így nem zárható ki, hogy a szlovák játékos számára ezzel véget is ért a mostani szezon. Ebben az esetben viszont az Inter szurkolói többé már alig láthatják a 28 éves játékost a csapatukban játszani, hiszen Skriniar szerződése júliusban lejár a kék-feketéknél, és megbízható források szerint már aláírt egy előszerződést a Paris Saint-Germain-nel, így a nyártól a francia klubnál folytatja a pályafutását. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Lothar Matthäus az M4 Sportnak adott interjújában elárulta, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy az RB Leipzig középpályása Szoboszlai Dominik szintet léphessen. Dominiknak egyelőre a Leipzigban kell kitűnnie. Láttam, hogy a Hertha ellen milyen kiválóan teljesített, ő volt a második félidő legjobb játékosa. Azonban nem csak a Hertha szintű csapatok ellen kell bizonyítani, hanem akkor is, amikor a Bayern vagy a Dortmund az ellenfél, vagy ha épp a Bajnokok Ligájában lép pályára. Talán ebben kellene kicsit fejlődnie. Egy-két évet még el kell töltenie Lipcsében, és utána léphet tovább egy nagyobb klubba. Mondta el véleményét Szoboszlairól a német válogatott, egykori legendás játékosa a szerdai Bayern München, Manchester City Bajnokok Ligája negyeddöntő visszavágó előtt. Minimum 2 hét kihagyás vár a Real Madrid 30 éves osztrák védőjére David Alabára, aki részleges combizomszakadást szenvedett a jobb lábában csapata keddi Chelsea elleni BL negyeddöntő visszavágó meccsén.
Olasz sajtóhírek szerint a Serie A mostani kiírását utcahosszal vezető Napoli közel áll a megegyezéshez az észak-amerikai profiligában szereplő Atlanta Uniteddel az argentin támadó középpályás Thiago Almada leigazolásáról. A Transfermarkt által 20 millió euróra taksált 21 éves tehetség személyében világbajnok játékos szerezhetnének meg a nápolyiak, hiszen Thiago Almada tagja volt a tavalyi katari VB-n aranyérmet nyert argentin válogatott keretének, sőt a lengyelek elleni csoport meccsen néhány perc erejéig pályára is lépett a tornán. A német Bundesligában szereplő VfL Bochum a hivatalos oldalán tudatta, hogy mindenben megállapodott a Borussia Dortmund 24 éves német utánpótlás válogatott védőjével. A lejáró szerződésének köszönhetően a nyáron átigazolási díj nélkül megszerezhető Felix Paslakkal, aki a klub közleménye szerint 2025 nyaráig szóló szerződést írt alá. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeretterjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Most pedig a kiemelt híreink következnek. Az egykori világklasszis holland futballista Wesley Sneijder a Real Madrid elleni bajnokok ligája kiesést követően kemény kritikával illette a Chelsea középpályását Enzo Fernandest. A londoni klub az első madridi találkozón elszenvedett 2-0-ás vereség után sokáig jól tartotta magát a visszavágón a Stamford Bridge-en, de végül otthon is ugyanúgy kikapott 2-0-ra. Az előzményeket figyelembe véve az eredmény nem olyan nagy meglepetés, de a holland RTL 7 csatornánál kommentátorként dolgozó Wesley Sneijder jó megmondó emberként viselkedve nem kímélte a londoniak argentin világbajnokát Enzo Fernandest. A Chelsea-hez januárban brit átigazolási rekordnak számító összegért 121 millió euróért érkezett középpályás ott volt a kezdő 11-ben, és a 67. percben cserélték le. Ennyi idő alatt 3 gólszerzési kísérlete is volt, aminél többet senki sem produkált a londoniaknál. Igaz, ebből csak egy talált kaput. Volt még 2 becsúszása, egy labdaszerzése, csapatából lövé volt a harmadik legtöbb átadás, és közel 90%-os pontossággal passzolt, 9 pontos hosszú átadása volt, a legtöbb a Chelsea-ből. Összességében nem kiemelkedő, de nem is olyan rossz teljesítmény, Sneijder viszont egy momentumot szúrt ki. A második félidő elején egyszer eladta a labdát, és a holland szerint nem megfelelő tempóban indult hátra védekezni, miközben csapattársa Conor Gallagher próbált visszasprintelni. Sneijder meglehetősen demagóg módon ezt pécézte ki. Ha van egy játékosod, akit több mint 100 millió euróért vettél, akkor legalább azt elvárhatod tőle, hogy kiköpje a tüdejét, nem igaz? Ő meg csak sétált. Elveszítette a labdát és gyászolni kezdett, csak bóklászott, miközben Gallagher elfutott mellette, mondta Sneijder, majd így folytatta. Egyébként sem olyan nagy futballista szerintem. A VB Messi miatt oda tette magát, azt hittem, hogy ezt megteszi majd a Chelsea-nél is, de nem. Ha én lennék a klub tulajdonosa és azt látnám a lelátóról, hogy Gallagher sprintel, a 100 millió eurós játékos meg nem, akkor én is mérges lennék. Utalt arra, hogy a hírek szerint a Chelsea tulajdonosa Todd Boehly még a hétvégén a Brighton elleni hazai vereség után bement az öltözőbe, és kemény szavakkal illette a focistákat. Spanyol sajtóhírek szerint a Barcelona vezetősége a napokban találkozott az Internacionale technikai igazgatójával, Piero Ausilióval, és a témák között felmerült egy csereüzlet lehetősége a két klub között, amelynek során a katalánok Frank Kessié-t adnák oda a milánóiaknak Marcelo Brozovicért cserébe. Kessié tavaly nyáron érkezett a Barszához, mégpedig transferdíj nélkül az AC Milántól, de nem tudott alapemberré válni, hiszen az elefántcsontparti középpályás a bajnokságban eddig csupán 5 alkalommal volt a kezdő 11 tagja. Az talán túlzás, hogy elégedetlenek lennének a teljesítményével, hiszen megbízható kiegészítő ember, és szerzett egy nagyon fontos gólt a Real Madrid ellen, de Barcelonában a hírek szerint nem ragaszkodnak hozzá, az Internacionale pedig állítólag szívesen leigazolná őt. A milánóiak szintén nem duskálnak az anyagiakban, ezért ismerült fel a csereüzlet ötlete, ami kapóra jönne a Barcelonának is. Brozovic ugyanis meglehetősen jól illene a katalánok stílusába, elvégre egy kiválóan passzoló futballistáról van szó, aki ráadásul rendkívül rutinos. A horvát sok szempontból Busquets kiváló utódja lenne, nem csoda, hogy már tavaly nyáron is kapcsolatba hozták a Barcelonával, és a hírek szerint szívesen igazolna a katalánokhoz. Az Olasz Labdarúgó Szövetség tegnap felfüggesztette a Juventus 15 pontos levonását, ami azt jelenti, hogy a torinói klub a 7. helyről a Bajnokok Ligája indulást érő 3. pozícióba ugrott vissza a Serie A-ban.
A szóban forgó 15 pontot még januárban vonták le az ügy következtében teljes vezetőség cserén átesett Juventustól, miután azzal vádolták meg a klubot, hogy csalt a könyvelésében, illetve egy pénzügyi mahinációk révén az elmúlt években fiktív tőkenyereségre tett szert. Az öreg hölgy új vezetősége a döntés ellen az Olasz Olimpiai Bizottság keretein belül működő sporttestülethez fordult fellebbezéssel, és tegnap sikerrel járt, hiszen visszakapta a korábban elvett pontokat. Ugyanakkor a zebrák szurkolói egyelőre még nem lélegeznek fel teljesen. A fellebbviteli bíróság ugyanis felülvizsgálatot kérhet a fellebbezés elfogadásával szemben, és amennyiben ez megtörténik, akkor még az is előfordulhat, hogy ismét pontlevonással sújtják majd a Juventust. Az új eljárás egyébként nagyjából egy másfél hónapot vehet igénybe, így az olasz sportsajtó szerint, ha a torinóiakat esetleg újfent megbüntetnék, akkor az nem a mostani, hanem a 2023-24-es szezonra vonatkozna. A szaudi profiligában szereplő Al-Nassr egy helyi újságírónak, Muhammad El Enesinek eljuttatott közleményében megvédte a csapat portugál világsztárját, Cristiano Ronaldót, akinek sokan az országból való kitoloncolását követelik, mondván közszemérem sértést követett el, amikor a keddi Al-Hilal elleni 2-0-ra elveszített idegenbeli bajnoki meccs lefújása után az öltöző felé tartva a nemi szerve megfogásával válaszolt a hazai drukkerek provokációjára, akik a levonulásakor a nagy rivális Lionel Messi nevét skandálták. A riádi klub azonban a közleményében azt írta, hogy Ronaldo nem a drukkerek provokációja miatt, hanem fájdalmában fogdosta a legnemesebb testrészét. Ronaldo megsérült a meccsen, miután az Al-Hilal játékosa Gustavo Cuellar egy összecsapás során ágyékon ütötte őt, írt a Twitter bejegyzésében az Al-Nassrtől kapott információkra hivatkozva az említett újságíró. Az Il Giornale című olasz napilap szerint a Paris Saint-Germain kész lenne bankot robbantani az AC Milan kapusáért, Mike Maignanért. Nicolas Kira ugyanakkor úgy tudja, hogy az olaszok mindenképpen megtartanák a francia légióst, sőt, mihamarabb szeretnének szerződést hosszabbítani vele. A milánói együttes a valamivel esélyesebbnek tartott Napolit kiverve jutott be a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában, és a piros-feketék sikerében a csapat kapusa Mike Maignan elévülhetetlen érdemeket szerzett. A szurkolók körében csak Magic Mike-nak becézett játékos a nápolyiak elleni két találkozón összesen 10 védést mutatott be, és ebben benne van az is, hogy a visszavágón hárította a Vicsák Varadszkélia 11-esét. Utóbbi találkozón egyébként az egész Milánból neki volt a legtöbb passza, és 12 pontos hosszú átadása, amivel jelentősen hozzájárult, hogy a milánóiak el tudják viselni a Napoli által kifejtett nyomást. Menjen egyébként már évek óta hasonló, magas színvonalon teljesít. Az előző idényben például őt választották a Serie A legjobb kapusának, és Hugo Lloris válogatottból való visszavonulása óta ő a francia nemzeti 11 első számú hálóőre is. Mindezek alapján nem meglepő, hogy az olasz Il Giornale szerint szemet vetett rá a Paris Saint-Germain, ami már csak azért is érthető, mert Menjen egykoron a PSG-nél kezdte pályafutását. Tínédzserként pár alkalommal le is ülhetett a párizsiak kispadjára, pályára azonban nem léphetett, így 2015 nyarán mindössze 1 millió euróért eladták őt a Lille-nek. Itt viszonylag hamar bemutatkozhatott a felnőttek között, de még két idényt kellett várnia arra, hogy alapember legyen. Ezt követően azonban már nem volt megállás. A 2018-19-es évadban őt választották a Ligue-n legjobb kapusának, majd 2021-ben bajnokságot nyert a Lille-lel, megelőzve a PSG-t. Ezt követően vette őt meg az AC Milan, amelynek azért volt új kapusra szüksége, mert az olasz egyesület nem tudta megtartani a saját nevelésű sztárjátékosát, Gianluigi Donnarummát, akit éppen a PSG vett meg. A rossonéri egyetlen eurót sem kapott egyik legnagyobb erősségéért, mivel Donnarummának lejárt a szerződése Milánóban, francia utódja pedig 15 millió euróba került, de a milánói szurkolók közül most már senki sem sírja vissza az olaszt. Mondjuk ebből a szempontból a Paris Saint-Germain állítólagos érdeklődése is furcsa, mert Donnarummára nem lehet panasz a francia fővárosban, ráadásul hosszú távú 2026-ig szóló szerződéssel rendelkezik. Ezzel együtt az Il Giornale szerint a francia egyesület olyannyira szeretné megszerezni Maignant, hogy állítólag 80 millió eurót sem sajnálna érte, amivel ő lenne minden idők legdrágább kapusa, holtversenyben a Chelsea-ben szereplő Kepa Arrizabalagával. Más kérdés, hogy a Milánnak értető módon esze ágában sincsen elengedni egyik legfontosabb játékosát, akinek egyébként szintén 2026-ig szóló szerződése van. Sőt, az olasz újságíró Nicolas Kira szerint a milánóiak hamarosan tárgyalóasztalhoz ülnének az állítólag a Tottenham Hotspur által is kiszemelt kapussal egy új szerződés megkötése érdekében. Arról nem szól a fáma, hogy ez
ez a kontraktus milyen hosszú lenne, de Skira úgy tudja, hogy jelentős fizetésemelést tartalmazna. Menyán jelenleg évi nettó 3 millió eurót keres a Milánnál, és ezt a klub egészen évi nettó 5 millió euróig hajlandó lenne feltornázni, amivel nem mellesleg a Rossoneri legjobban kereső játékosává válna. A Bayern München nem hazudtolja meg az FC Hollywood becenevet. Sajtóértesülések szerint a nyáron akár még az ügyvezetőt, Oliver Kahnt is elküldhetik, amit azonban a klub elnöke, Herbert Heiner természetesen cáfolt. Az év elején még úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben van a müncheni klubnál, hiszen a csapat magabiztosan vezette a Bundesligát, majd a Bajnokok Ligájában simán kiütötte a Paris Saint-Germaint. Elég volt azonban egy kisebb hullámvölgy ahhoz, hogy a vezetőség megnyomja a pánikgombot és elküldje Julian Nagelsmann vezetőedzőt, akinek utódja Thomas Tuchel egyelőre nem hozza az elvárt eredményeket. A Borussia Dortmund elleni rangadót ugyan megnyerte a Bayern, de utána előbb kiesett a német kupából az SC Freiburg ellen, majd a Bajnokok Ligájától is búcsúzott, mégpedig úgy, hogy a Manchester City ellen szinte semmi esélye nem volt. Eközben a Sadio Mané és Leroy Sané közötti csetepaté is borzolta a kedélyeket, ami arra utal, hogy meglehetősen feszült a hangulat az egyesületen belül. A szurkolók nagy része a sportigazgatót, Hasan Salihamidžić-et hibáztatta, ehhez képest a Bundesliga viselt ügyeiben meglehetősen tájékozott, jelenleg újságíróként dolgozó egykori futballista, a norvég Jan Age Fjørtoft arról írta a közösségi médiában, hogy a klubon belül zajló folyamatok nyomán már csak időkérdése, hogy mikor küldik el az ügyvezető igazgatót, Oliver Kahnt. Az egykori világklasszis kapus visszavonulását követően egy ideig televíziós szakkommentátor volt, majd 2020. január 1-én csatlakozott a klub vezetőségéhez, ahol 2021. júliusában kinevezték ügyvezető igazgatónak, a posztról visszavonuló Karl-Heinz Rummenigge utódjaként. A sportvezetőként nem sok rutinnal rendelkező Kahn azonban állítólag az elmúlt közel két évben nem nagyon győzte meg az egyesületet a munkájával, ráadásul a pletykák szerint ő volt az egyik fő szószólója Nagelsmann menesztésének. Fjørtoft információi szerint Kahnt ideiglenesen Heiner váltaná, de felmerült a klubot 40 évig sikerrel vezető, 71 éves Uli Hoeness visszatérése is, illetve Philipp Lahm neve is előkerült. A Bayern korábbi világklasszis védője jelenleg a 2024-es Németországban megrendezésre kerülő Európa-bajnokság technikai igazgatója, így annál előbb aligha lehetne alkalmazni őt. Miután Kahn távozásának lehetősége nagyot ment a német sportsajtóban, a Bayern ügyeiben benfentesnek számító, a Sky Sport Germany-nek dolgozó újságíró Florian Plettenberg szintén a közösségi médiában így fogalmazott. Valóban vannak belső viták a klubnál a vezetőség tagjai között, de Kahn azonnali távozása, illetve Hoeness visszatérése valószínűtlen, még ha Hoeness valóban részt is vesz a döntéshozásban a klubnál jelenleg is. A Bayern elnöke Heiner pedig nemes egyszerűséggel azzal zárta rövidre a témát a DPA német hírügynökségnek nyilatkozva, hogy a pletykák nem igazak. Nos, ismerve az ilyen megszólalásokat, Kahn most kezdhet csak igazán izgulni. A mai videónk a végéhez érkezett, a World of Warships nagyszerű lehetősége viszont még egyáltalán nem úszott el. Regisztrálj a leírásban található linken keresztül, élj a 25 euró értékű ajándékkal, és játsz együtt a barátaiddal. Egyrészt kiváló csapatépítő élményben lesz részetek, másrészt ezzel a mi munkánkat is támogatjátok. Köszönjük!